Sziasztok! A nagy Chili Challenge Chili sora már kapható. Sokan kértétek, ezért megcsináltam társas játék formájában. Már a webshopon. Klikk ide, jó játékot! Kezdjünk csókolom. Jó napot! Örülök, hogy eljöttetek. Jó, nem már, te is jöttél, Mm. De már, undorító, hogy tudod ezt megenni? Rátette a nyelvére, és ott kérdezett. Igen, jó. Mutasd a nyelved, de tényleg nem azért, de megvan a nyelved. Jó, ez egy konyha. Ezt tartod. Jézusom, mi ez? De jó. Hirtelen halál, az jól hangzik, nem? Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Chili Challenge második évadának első adásában, és hát a vendégeimet szerintem nem is kell bemutatni senkinek, hiszen Miki és Tibiről van szó, akiket a legtöbben kértek az első évad alatt. Szinte nem volt olyan adás, ami alá nem jött volna olyan komment, hogy gyertek, és hát nektek kéne ezt megkóstolni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt vagytok. Mi is köszönjük a meghívást. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz igazából, hogy ezek gondolom, megköszönjük, vagy... Készültem egy ilyen nagyon szép kis kerékkel, amin különböző alapanyagok vannak feltüntetve, és a kipörgetett alapanyagon kell megkóstolni a chili szószt. Például egy csigához mit szólnál? Ettél már csigát? Ettem egyébként, egy adás kedvéért szintén, de nem győzött meg. Nem igazából a műsor kedvéért, csak nem győzött meg, nem. És nem szeretném igazából. Igen. Nem az íze véget, elmondom, mert ízre nem rossz különben, csak a tudat. Hogy csiga. Megmondom őszintén, hogy itt is minőségi alapanyagok vannak, tehát mindegyik egy, például a csiga is, a Dani séf legújabb receptje alapján van készítve, ott hátul ténykedik a konyhában, és hogyha kipörgeted, akkor bizony ezt a csigát fogod megkóstolni, ami, ha jól tudom, petrezselyen, vaj és fehér bor. Most nem akarom nagyon megzavarni, de ilyen ízesítést kapott. Jó, hát akkor ki kell mondanatok, hogy vágjunk bele, mert hogy nem szeretnélek erre kényszeríteni titeket. Részemről mehet. Benne vagytok? Persze, természetesen. Mehet. Tuti csiga. Te bevonzod nekem. Nem a Szabi. Melba! Hoppá! Nem tudom, hogy ezt az ananásszal töltött kis csokoládét szereted-e, kóstoltad-e már? Kóstoltam, de hát nem nagyon jók érte. Tényleg? Tehát, hogy neki... Önmagában egyébként nem rossz, de csak így elképzeltem, hogy chili szószal kell ezt megenni. Igen. Tehát a chili csokoládé az ugye azért már elég sokan kapható. Létező dolog. Az ananászt is ugye főleg a tájkonyhában gyakran kérdik a chilivel. Tehát igazából nem egy rossz kombináció. Lehet, hogy meg is fog tetszik. Kedvencünk lesz. úgy kell lefogni, hogy nekem. Csak chilivel fogom enni. Hát akkor az retro. Tessék, ez egy retro kis. Az még az retro cuccia. Igen. Hát ez így bemelegítésnek akkor szerintem. Nem rossz. Fény is való, hogy a sorban ugye ő a leggyengébb, a chili erőségét tekintve. Hogy bejön? Hát tényleg nem olyan rossz. Ugye? Hát mondod, ez ananász? Nem. A csokoládé. Szóval finom, azt kiéreztem, de ez a... Így együtt nem. Így együtt nem. Aha. Nem az igazi. Jó. Hát szerintem vállalható. Nincs ezzel komolyabb baj. Miki, akkor jöhet a következő pörgetés. Akkor Tibi. Tibi, jó. Tibi, pörgessetek most te, rád bízom a életet. A csigádat kipörgetem. Nem. Ez kaviár, zöldségkaviár. Ó, zöldségkaviár. Igen, hát úgy értve, hogy nem halból van, hanem ecetből. Egy nagyon finom balzsamecetből lett készítve ez a kaviár. És ugye az a lényege, hogy a kaviárnak az ecet miatt van egy ilyen savassága, és az felerősíti a csirit. Tehát, ha mondjuk te a hirtelen halálnál pörgetsz ki egy ilyen kaviár, akkor az valószínűleg erősebb lesz. Viszont azt megkérdezném, hogy a videókat, azokat hogyan gyártjátok? Tehát, hogy ki az ötletgazda? Ki az, aki az egészet kitalálja? Mert nagyon jók a poénok, nagyon össze van rakva, szórakoztató, nagyon. Nagyobb részben azt mondom, 80-90%-ban én írom meg a történetet, én
vágom meg az anyagot. Te is vágod? Igen, vágom. Igen, nekem ez egy hobbim már régóta, úgyhogy családban én vagyok egyébként ilyen családi eseményeknek, mert én vagyok a vágója. Hát pedig mondjuk azt szerintem lehet, hogy örökölted, mert apád is nagyon jó vág, igaz mondjuk hagymát, de jó. Pupival megismerkedtünk már mióta. Meg hát ugye hát jó, Tibivel újjás Pupi, korunkra. Aki esetleg nem ismerni Pupi, most szeretnénk mutatni Pupiról egy jó képet. Na, szóval ő Pupi. Hát igen? Ugye ismert az étvágy. Igen. És akkor... Hát Tibit igazából gyerekkorunktól, unokatestvérem különben. Aha. És hát nem is lakunk messze egymástól, együtt nőttünk föl ilyen totyogós korunk óta. Nagyon akarták, hogy együnk. Mert ugye tudták, hogy én azért tudok enni, mennyis, bár nem tartom magam extrém evőnek egyébként, de tudták így az emberek, hogy azért úgy, hát azért a testhez kell, azért kell, a sporthoz, minden, hogy kell a táplálék. Hát így csináltunk egy videót, ahol megettem egy kilós hotdogot csináltunk, egy ilyen fél kilós bagettből. Bírslivel, saját zöldsége, minden, és akkor ezt bevertem, még egy kis desszertel, meg minden, és hát embereknek ez annyira sokkoló volt, hogy onnantól kezdve igazából már szinte kértek, meg kötelező volt már szinte az, hogy csináljunk a videót. És a Csili hogy jött a képbe, vagy mikor, hogy így ezzel... Hú, az veled volt először, igen, mert a Tibiről én meg tudtam, hogy nagyon jobb írja a csípőset, mert ő imádja. Hát ő fakír, ő a Csili fakír, Magyarország Csili fakírja. Olyasmi. Hát amikor rákented a 13 milliós, hogy mennyi is volt? Igen, majdnem 14 millió, 13 millió 900 ezer. Azt hittem, hogy mi nyelvet használtok, tehát hogy nem tudták mondani, hogy... De rendszeresen megvádolnak, hogy csalunk meg, nem tudom meg a technikám, mert hogy túl gyorsan, túl lassan, túl sokáig, túl kevés ideig. Az a baj, hogy nem tudom az embereket hibáztatni, mert akkor a kontraszt, ugye, igen. Mert ő így ül és nem érti, hogy mi a probléma, mi pedig ott gyakorlatilag az életünkért küzdünk. Vannak olyan emberek, akik bírják egyébként, és a fájdalom küszöbük sokkal magasabb, és hogy toltad ezt ki? Tehát a fájdalom küszöbött. Hát, azt hittem, hogy a Csillit, mert arról nem szeretnék annyira beszélni. Na de akkor jön a következő szósz, ami ugye a hízelgő. Hát akkor mit nem is mutatja, ez még azért nem. Ez valószínűleg még nem a gyilkos. Nem, ez még nem. Viszont azért lehet már egy kicsit erősebb ugye a... Igen, mert egyszer ugye a kaviár az felerősíti, de azért ez még mindig nagyon kis értéket mutat. Úgyhogy akkor jó fágyat akkor hozzá. És kíváncsi vagyok, most nézem az arcotokat, hogy vajon ez a... Mert ugye a szátokban most fölrobban ez a kis kaviár, kijön belőle az ecet, összekeveredik a csilivel, viszont azokat is felerősíti, azokat a fűszereket, amik egyébként a szószban vannak. Kicsit ilyen citrusosság, kis fahéj, törött bors, fehér és tarka is, és rózsabors is van benne, és akkor ennél az. De itt azért nem olyan nagy a csípőségi. Nem, vagy abszolút, mennyire fogasztok föl? Nem annyira. Őszintén szóval ez... Én még otthon mondjuk ezt simán el tudtam képzelni magamnak. Viszont félek, hogyha ez a második volt, kezdett tartani a többit. Arról tudsz esetleg mondani valamit, hogy mi az, ami szerinted legjobban deaktiválja, vagy nem tudom, hogy maga a csípőség. Az ellenszer. Hát, eddig a legjobb. Nagyon vitatott dolog. Igen. Eddig, ami nálam a leginkább és a legjobban működött, illetve a vendégeknél, az a mentolos rágó. Nem már. De. Az mindenki esküszik valamire egyébként. Akkor utána jött a krémsajt. Betározok akkor ott. A krémsajt, ami a nyelvre rátapadva jó hideg, akkor hűsít. És a harmadik dolog, amit ti is használtok, a fagyi. Igen, mert azt mondják, hogy ugye maga a zsír, az zsíros dolgok. Az hát a tejföld, van, aki azt mondja, hogy a kenyér. Igen. Van, aki a tekilára esküszik. Van, aki a tekilára esküszik, hogy állítólag tényleg az is beállít. Nem az, de állítólag tényleg. Tehát a tekila állítólag az is egy ilyen ellenszérum. A CBD, vagy melyik ugye? Ami igen, a CBD olaj. Az pedig a legdurvább állítólag, sose próbáltam, de azt mondják, hogy a CBD kivonat. Ez a marihuanából mondják. Ez nem az a pszichoaktív. Igen. Nem az, hanem ez a másik hatóanyaga, amitől ugye nem változik a tudatod. És állítólag az viszont a legtutibb, hogy az nagyon brutálisan. Azt én is hallottam, brutálisan. Hogy van itt valakinél kanabisz? Ne. Hát ennek nem örülök. Ez a viri-viri chili. Ez igen. Viszont ami a jó hír, hogy a következő szósz, a lopakodó, azért az nem annyira erős.
minden ételt ez a paprika egy ilyen izgalmas étellé tud varázsolni, és hát akkor most is varázsolok nektek, a lopakodót fogom rá csöppenteni. Még izgalmasabb. Igen, mondjuk. Ez mennyire csík maga a paprika alapból? Ah, rettenetesen. Ja, tényleg. Tehát, hogy igen. És? Így. Nem egy olyan, mint egy habanero, nem egy olyan, mint egy nagyon erős... Akkor mehet. Hát akkor mehet. Akkor mehet. De igen. Akkor egészség. Csak meg, hát Stevie ő nem is nézi, hát deszkát is igen. Igen, 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 igen. Igen, hát és ezt is láttátok, azt hallom, mert ropog. Kicsit. Finom. Finom. Jó. A paprikán. De ez a paprika olyan, hogy az elején egy picit így föltüzel, utána ez vissza, de utána ez visszamegy, mert az összes többi chili, ugye először... Még nem elnyűl. Nem elnyűl? Ízre nagyon finom, viszont ez a paprika, mert nem is hallottam erről a fajtáról. Viriviriről? Nem? Hát akkor viszont... Jó. Jó, akkor vegyük is tovább, pörgessük is a következőt, mert most ahogy látom, kezdtek belejönni, már jön meg a színetek, van egy kis csillogás a szemben. És akkor már így a levegő is már nehezebb. Remélem. Csiga. Ne! Csiga! Köszöntöm szépen a műsorban. Megmondom őszintén, a csigát nagyon jól kipörgetted, mert ha most egy picit ez erősebbnek is hat, vissza tudja tompítani. Pontosan a fokhagyja, a petrezsem és a vaj. Igen? Hát most majd meglátjátok. Kíváncsi leszek. Házat nem kell megenni. De még jó, hogy mondom, az a kettő. Ropogtattam. Most elem a tárgyal. Jó étvágyat hozzá. Akkor szót kapunk? Ja, tényleg. Jó. Na, aki mer, az nyer. Akkor az, amit előbb mondtam, azt vissza is vonom. Tehát, hogy ez nem, hogy tompítani fog, hanem még erősíteni, de akkor nézzük. Nem lehet a kisebbet rakni a csigából? Én azt hittem a chiliből. Inkább a chiliből többet. Aha. De ott van a vaj, ami tompít. Meg egy legzsiala, hogy ízlik neked? Oda néz. Nem tudom, a baj miatt. Ja. Kifejezetten jó. Na, én csípem az ilyen tényleg garnéra rákot, ilyesmit állagra egy kicsit, tényleg ilyen. Na, tessék. Tudom, miért szomorú, hogy az íze tényleg jó. Hát akkor... De nem fogok attól csigát enni otthon. Ja, nem jó. Lesz rendszeres a tánya. Jó, csak itt még lehet. Itt meg lehet. Akkor nézzük a következőt. Igen. Ne. Ugye ez nem a chili? Wasabis golyó. Wasabis golyó. Ennek örülsz, mert mindjárt. Wasabis golyó. Hogy van se jó valóban. Hát a wasabinál ugye az önmagában ugye ez egy picit ilyen arrogáns, ugye mint a torma, viszont azért a chilivel nem veszi fel a versenyt. A következő ugye a besírsz. Érkeznek is akkor a golyók. Köszönöm szépen. Golyóbb otthon vagyok. Már... Tudjuk, Miklós. De szarú hangzott. Akartok róla mesélni? Jó. De hát... Hát nem... Ja, még jön a csinál. Ja, majdnem betoltam. Várjál, ez most nem a wasabi előverseny. Majdnem betoltam. Éhes vagy. Kezd meg jönni az étvágyam egyébként. Jó. De milyen jól néz ki. Szép. Jól néz ki. Esztétikus. Hát remélem, hogy az íze is akkor ez jó lesz. Úgyhogy itt már azért... Aha. Igen, itt már van illat. Itt azért van erős az illata is. És igazából itt az a úgymond a rosszabbik tulajdonsága, hogy a wasabi az fölmegy az orrba, és fölviszi magával a chilit. És ez... hát ez okozhat némi galibát. Igen. Hihetetlen. Tibi, hihetetlen. Tehát rezzenés nélkül. Mindenki már rosszul van, már az illatától is. Nem, az orromba följön csak, hát ismerem a wasabit. Ajaj, az akkor már... Ez csuklás volt? Nem csuklás, hanem... Jó, akkor az még nem. Mert a wasabi tényleg arra az 5 másodpercre tolakodó, amikor hirtelen tudod, de utána azzal is illan. Azért, mert a levegővel ezt a párolgó erős illatot fölviszed, és hát ugye egyből kicsapja. Akkor jöhet a következő? Lehet nemet mondani? Nem lehet. Bármikor ki lehet szállni. Ki lehet szállni, és azt lehet mondani, hogy nem. Vagy a másikát meg se kóstoltad volna?
Én majd kiszállom. Ja, tudja, akkor már ide. Egy nagyot. Nagy pörgetés, pörög a kerék, és... Helyes, izgulok. Ne már. Csiga. Nem lehet nem enni azt a csigát. Van így két csigát rendelni, meg a vendége. Le lehet lehenni azt a csigát. Igen, és akkor ez már egy erősebb szósz. Ez ugye már a felső. Itt már azért a kinyílik a mennyország. Itt már megcsapulja. Ott van a vaj, ami tompít, ott van a csigi, ami szintén visszavesz a csiri elejéből, de vajon vissza tud-e a mondom ne erejéből? Igen. Igen. Vaj. Kell a vaj. Kell a vaj. Kell a vaj. Hát, ha van vaj, nincs baj. Ugye? Mondja az ősi csilis mondás. Nagyon ízlik nektek. Remélem a következő már nem csiga lesz, mert nincs egy csigán. Vajunk mi. De én azt mondom, hogy legyűltétek. Ez a vaj, ez tényleg nagyon jó tompítja. Förgessük is ki a következőt. Szóval finom. Jó. Finom. Tibi? Na? Finom. Wasabi golyó. Wasabi golyó. Azt a mindenit. Ezek jó, golyók, ezek is jöttek. Azért az a golyó az annyira nem lesz lenne rosszabb. Ezzel a szószal viszont már nem ez már nézzétek meg az utolsó előtti, hát a neve, a gyóntató. A gyóntató. Tehát, hogy ő már, ezért ebben már van cucc. És ez letérdeltet egyébként? Azért gyóntató vagy? Azért. Hát ez félelmetes, ez így, ú, gyerekek. Egészség. És mint azt láthatjátok, nincs ide készítve se víz, se te, semmi. Mert ez a gond. Ebbe a szériában nem a papírkutyákat hívtuk el, hanem azokat, akik tudnak. Akik bírják, mi? Akik bírják. Jó, hogy kerültem a képbe? Hát te bírod, de az összes videóban annyira jó, hát azok a 13 milliótól mindenki kidől, azért ez a 13 milliótól messze van, de a wasabi az most nagyon, az most elintézte, mi? Följött. Ilyenkor érdemes nem az orron, hanem a szájon átvenni csak a levegőt. Ez egy komoly teljesítmény. Megmondom őszintén, úgyhogy nem semmi, jöhet a pörgetés ez akkor. Ki fogja az utolsót? Ki fogja az utolsót pörgetni? Nem, rád bízom. De akkor egy nagyot. Ne rám haragudjál, bármi lesz. A csiga, nem csiga. Ez egy erős pörgetés volt, majdnem elszállt a kerék innen. És csiga. Ez nagyon jó. Kecske sajt. Legalább valami újítás. Kecske sajt. Ugye a hirtelen halálról van szó, nem véletlenül a koponya a tetején. Ez most minden nagyon bofásan néz ki. A legbrutálisabb szósza. Érdekes lesz szerintem. Akkor nem adjátok fel. Nem, ugye? Semmiképp. Első szaglásra azt mondom, hogy ez fájni fog. Ez így pont elég is. Szerintem Tibi mehet. Nekem mehet. Tényleg, nekem megboríthatod. Jó, okay. Jó. Akkor elsünk túlzásba? Elsünk túlzásba, szerintem elég lesz. Úgyhogy jó étvágyat hozzá. És akkor ez az utolsó, ha ez megvan, kivittétek a challenge-et. Tibi. És jár a pénz. Sok szerencsét. Sok szerencsét. Elszorul a torkom. Ez is ugye lassan építi föl magát, bár ott a segítség a kecskesajt, de mégis elős lesz. És akkor 5, és 4, és 3, és 2, és 1, és pat van. Igen. De honnan tud ennyire pontosan? Hát, mert én szedtem. Le van próbálva. Ami tényleg valóban a kecskesajtot érzem, hogy segít. De azért nem jó. Igen. De megvan, megcsináltátok! Na, hát ez meg, nézd meg is, úgy, hogy mosolyog már szótlanul, hát. Kérek még, kevés le van rajta. Szóval én bírom tényleg. Ez volt nekem a kedvencem. Egyébként ez az utolsó. Akkor ez nagyon jó. Mondom, ahogy akartam mondani, hogy van Magyarország orra, aki ugye a partnerok területén nagyon otthon van, te Magyarország nyelve lehetsz, mert hogy egyébként semmi. Köszönöm szépen! Mindenket a csajoknak üzennék. A Magyarország nyelve, mi? Telefonszám a leírásban lesz. Az én nyelve. Az én nyelve. A csiga se akadály. Tehát, hogy... Ezért szeret a főnököt is elérni. Kérhetnék még egy kóstolót abból az legutolsóbból?
ugye egy kanállal. Igen. Rápróbálnék, igen, hogy segítség nélkül. Ilyet lehet, de most nincs itt a mentő. Eddig mindig van, csak hogy kicsit késnek most sok a meló, de hogy... Nem hiszem, hogy fog kelleni. Igen. Mehet rá bőségesen. Tibi, mint a köptetőt úgy szoktam. Igen. Tényleg, de most... Mehet, igen. Mehet. Nem, ennyit így, jó? Nem, ez rengeteg, gyerekek, ebbe... Ezt fegyverként lehet használni, te jó Isten. De várjál, ezért papírt aláírtad? Ja, igen, minden alá van írva. De volt már rosszul egyébként? Ha nézzük. Tibi nem. Hidegrázása volt már. De... Így gyorsan is köszönöm, tehát ez volt a Chili Challenge második évadának első adása. Nem mondom, semmit nem csinált. Ilyenkor már mondom, én már ott futnék, de mindenki azért, már. Azért erre már nem mondom azt, hogy nem csíp. Tehát ezt most már én is érzem, hogy félelmetes. Csípős, de... Nem már, hát ez... De ez... Hihetetlen. Ettől sem térdelnék meg, megmondom őszintén. Csíp, érzem, hogy csíp, érzem, hogy erős. A megtérdelhetetlen. De lefúzik ezzel a kanál. Azt nem tudom. Angolosan vagy angolul? Fogadjátok sok szeretettel ezt a Nagy Chili Challenge társasjátékot. Azt a mindenit, köszönjük szépen. Hasonló palackokat találtok csak kicsiben, és ezt fogadjátok sok szeretettel. És nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és hogy ennyi nézőt meg örvendeztetek most így a jelenlétetekkel. És hát ezzel a fantasztikus chili evéseddel, szóval tényleg extra. Köszönöm szépen még egyszer, itt voltatok. És köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. És tartsatok velük legközelebb is. Sziasztok! 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 A Nagy Chili Challenge chili sora már kapható, sokan kértétek, ezért megcsináltam társasjáték formájában, már a webshopon van. Klikk ide, jó játékot!